A Szerencsi Darazsak az észak-kelet-magyarországi régió csapataival mérik össze tudásukat a kosárlabdában. Hazai pályán fogadta a Szerencsi Darazsak november 14-én a tiszaújvárosi Phoenix KK játékosait Szerencsen, a Kulcsáron itt a városi sportcsarnokban. Fiú kadett mérkőzést tekinthettek meg a nézők. A szerencsi fiúk közül mindenki pályára tudott lépni. A játék alkalmával sok hiba, pontatlanság előjött, amelyeket a későbbiek során javítani kell. A megmérettetés során sajnálatos módon egy sérülés történt. Tóth Péter nem tudta folytatni a játékot. A serdülőkből 4 földjátszó fiatal is erősítette a hazaiakat. Pontokkal járultak hozzá a csapat sikerességéhez. A 4 tapasztalt fiú gyorsan reagált a mérkőzés során a pályán történő helyzetekre, védekezésüknek köszönhetően a többiek így labdákat szereztek, és gyors leadásokból tudtak könnyű kosarakat dobni. A Szerencsi Darazsak végül megérdemelten győzték le az ellenfelüket 81-64 arányban.